Az internet egy nagyon veszélyes hely. Tudja, hogy pontosan mikor, hol és mit eszel. Hogy mi az álompasi per csajod. Azt is megmondta már, hogy agyilag hány évesek vagyunk, és jó, majdnem elsírtam magam az eredményt. Hogy amikor egyedül vagy otthon, akkor éppen mit csinálsz? Ó, hát sziasztok! Én Csongi vagyok, és elérkeztünk a legújabb videóhoz, amiben ez az oldal azt állítja rólunk, hogy ki fogja találni, hogy milyen kapcsolatban vagyunk. Leírásban ott a link, nyugodtan csináljátok velem, és derítsük ki, hogy vajon rólatok is tudja, hogy mondjuk szinglik vagytok, kapcsolatban vagytok, egyszerre több kapcsolatban vagytok, mert hogy olyan is van. Hát, nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, lássuk! Első kérdésünk. Éppen randin vagyunk. Mi a terv? Netflix és pihenés vagy. Igen, tudom, nem tudom. Mi? Most akkor tudom vagy nem tudom? Szóval nem tudom nektek beadni, hogy mi az a Netflix and chill, mert valószínűleg hallottatok már róla. Igen. Mindenre ez a válasz, igen. Buzi vagy? Maradhatunk bent, nézhetünk filmet vagy valamit, kimehetünk esetleg egy partira. Szóval ez a csak csináljuk együtt, oké? Okay. Bárba vagy klubba menni, és az utolsó lehetséges válasz, talán egy kávés üzlet, ha szerencsénk van. Nagyon húz az egerem, nem. Igazság szerint mindenben benne vagyok, akár kimenni, akár filmet nézni, bármi, úgyhogy legyen az a válasz. Hát az nagyon nehéz volt, ugye? Következő! Egy nagyon specifikációs emberrel fogunk kimenni vacsorázni. Szóval speciális. Mennyi időbe telik az, hogy összeszedjétek magatokat? Tehát mondjuk smink, alapozó. Igen, mert hogy ne tagadjátok, általában az van, hogy ki kell csípni magad, az utolsó pici hajszálat is így pum, be kell lőni. Aztán az a kedvencem, amikor megbeszéltek valakivel egy 4 órás időpontot, és olyan körülbelül fél hét környékén felhívjátok egymásra, hogy azért lassan most már menjünk. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy nem érdemes egyáltalán foglalkozni magaddal, hogy szép legyél, hogy meg legyél elégedve, és hogy úgy érezd magad a bőrben, hogy de szép vagyok. Lehet lefeküdnék magammal. De szerintem nem érdemes több órát tölteni vele. Szép vagy, az kész. Mármint, hogyha most valaki szeret, akkor nem azért fog, hogy 2 kiló alapozót hordasz minden nap az arcodon. Inkább azért, mert te vagy. És tudom, ez egy nagyon közhely és nyálas szöveg. Köszönöm szépen. Az első válasz az 1-2 óra, ami már szerintem elég sok egy készülődésnek, mert valószínűleg az egész vacsora nem fog annyit tartani, és akkor mi értelme van a vacsorának, hogyha több időt töltesz az elkészüléssel? Itt maga a dolog. Ez a 30 perctől 1 óra, ez még olyan belőhető idő, ez alatt azért elég sok mindent rendbe tudsz szedni magadon. 5 perc alatt ez a fel a szemüveget, azt mentünk. És az utolsó a legjobb, figyeljétek. Olyan ritkán történik velem ilyesmi, hogy már nem is tudom. Ez mint hogyha valami antiszoc ember írta volna, hogy egyébként most erre nagyon kíváncsi vagyok, és mindenképp, aki esetleg akarja, írja le a komment szekcióba, hogy egy randi előtt mennyit készültök. Tudom, hogy valaki többet és valaki kevesebbet, de azért kíváncsi lennék, azért is írjátok le, hogy vajon ti mennyit készültök egy ilyen randi előtt. Illetve, ha tetszenek az ilyen jellegű tesztek, akkor nyugodtan iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, így nem maradsz le a következőről sem. Így készítek rendszeresen ilyen videókat. 5 perc meg túl kevés, úgyhogy legyen fél óra, 1 óra. Bár nálam inkább ez az 5 perctől fél óra lenne a helyes, ha lenne ilyen. Kedves kis oldal, hogyha valaki készülik, az nem azt jelenti, hogy fél óránál többet. Milyen gyakran ahem. Ahem! Ahem! Jaj, most esik le, mert hogy angolul ez a ahem. Jó, skocok, sziasztok, ennyi volt a mai videó. Csongi kilépett. De most úgy komolyan. Tehát a kérdés az, hogy milyen gyakran vagytok foglaltak. Szó szerint azt írja, hogy foglaltak. Amikor én keresek valakit, akkor elég gyakran foglaltak, ez így van. Mondjuk nem, mintha én aztán mindig felvenném a telefont, úgyhogy pssz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 
nap, az azért egyszer egy hónapban, vagy kevesebbszer, hetente párszor. Megint, mi van az utolsó válaszokkal? Komolyan mondom. Tehát az utolsó válasz szerintem egy ember írta. De miért? Nem emlékszem, mikor volt az utolsó. Mondjuk ez egy kapcsolatban szerintem nem vicces, de attól függetlenül az utolsó dolog, ez mindig kiéget. Ahogy jön, az mit jelent vajon? Naponta 5000-szer? Tehát így 0-24? Ja, hát felfogtam, amikor elmész bulizni és éppen mással vagy, akkor azzal a személlyel soha, amikor meg nincs más, akkor meg mindig, mi? Megfogtalak. Na jó. Hát ez a hetente vagy havonta, de legyen inkább a hetente. Ja, és még mindig arról beszélünk, hogy nem veszük fel a telefont, mert hát foglaltak vagyunk. Jó, hetente. Mi is a legyen... Melyik érzelem írja le a legjobban a kapcsolatodat? Az első csáv olyan, mint hogyha egy matekórán ülne, és már nagyon elege lenne belőle. Tanulni kellett volna tegnap, ahelyett, hogy Fortnite-oztunk volna. A második az nem tudom milyen hangulat. Kávézós hangulat? Van ilyen? Hogy vagy haver, rég nem láttalak? Hát voltam már jobban itt, azért tök jól, köszi. Na és te? Én is voltam jobban, de most olyan kávézós vagyok.
Oké. Okay. A harmadik az olyan boldog, mint hogy egymás után négy csajt fektetett volna meg, szóval nem csodálkozok. A negyedik pedig ez a... Én most poén kedvéért a kávét fogom választani, mert szeretem. Kávés hangatban vagyok! Az ötödik kérdésünk az, hogy éppen egy barátunkkal beszélgetünk. Mostanában nem vagyunk jól a pasimmal, szerinted mit csináljak? Szakítsak. És van négy lehetséges válasz, amit mondhatsz. Első, dobd ki a fenébe, ha már nem szereted, akkor teljesen mindegy, úgyis kapsz mást, és legalább boldogabb leszel, nem szédíted őt. Második. Vannak nehéz időszakok, időt és energiát kell belefektetni, és majd jó lesz. Egyébként ezzel részben egyetértek, viszont van olyan eset is, amikor már egy idő után egyszerűen hiába próbálsz megjavítani, és hiába próbálsz megváltozni, egyszerűen ami nem megy, az nem megy. Azt nem kell erőltetni az üveg szerint se. Maradj vele! Jobb, mint egyedül lenni, nem? Negyedik pedig az, hogy telibe szeretod a barátodat, és nem azt neki tippet, úgyhogy... Jó barát, én mondom, az utolsó kérdéseknél mindegyikre kíváncsi ezek, hogy mi a válasz. Legyen az első. Már megint lábak! Hú, de jó büdösek lehet. Mi a legutolsó dolog, ami után ágyba bújsz? Hú, azt hogyha tudnátok, mi? Megpróbálod az agyad megnyugtatni ilyen légzés gyakorlatokkal. Hát az nem. Jó éjszakát kívánok valakinek, akit szeretek. Úgy szeretlek, kedves pár, nem? Te minden éjjel alattam vagy, és jó kényelmes is. Oda-vissza írogatok valakivel. Hát abból aztán biztos alvás lesz. Az a baj, az én válaszom nincs ezek között, hisz tudjátok, hogy mit szoktam én csinálni alvás előtt? Erőt eszembe. Megvan az az érzés, amikor este néztek valamit a telefonotokon, és így lassítva érzed, hogy kicsúszik a telefon a kezedbe, és az órodat így széttöri. Az első biztos nem, a második az azt mondom, hogy oké, a harmadik is, hogyha nagyon fáradt vagy, legyen a második, legyünk cukik, jó? Minden egyes embernek, akit kedvelek és szeretek, annak le fogom írni ezen tudást, te mit szóltok? Úristen. Folytassuk! A küldetést? Quiz. Nos, ez egy elég érdekes kérdés, mégpedig az, hogyha valamilyen tanácsra van szükségetek, például nektek is, kihez fordulnátok először? A szüleitekhez? A legjobb barátotok per barátnőtökhez? Az internethez? Egy pistához? A terapistához? Vagy a legjobb barát, vagy a szülő, de szerintem a szülő az mindig segít minden témában, és ő mindig a jót akarja, úgyhogy szülő. Milyen gyakran jársz terembe? Ennek most mi köze van egyébként a csajokhoz, meg a pasikhoz? Jaj, hogy a teremben aztán hány csaj szedsz fel? Én kérek elnézést, bocsánat, nem gondoltam erre. Hát, hogyha van akivel, akkor szerintem hetente többször belefér amúgy. Yep. Jaj, végre romantikus dolgokról is beszélünk, hát erre vágytam. Mi a legromantikusabb? Jó, de ez a teszt, és most nem az utolsó. Egy olyan valaki, aki maga után elmos, ez mennyire de jó dolog. Ne tudjátok meg, milyen az, amikor valakivel együtt éltek, és soha nem mosogat szinte. Nem hiszitek el, de én már voltam úgy, hogy a csávó az nem akart mosogatni, és én úgy gondoltam, hogy jó, akkor én se fogok. És így néztük, hogy napról a napra a tányérok így... Persze egy tányért, amiből én ettem, azt mindig elmostam, azért, hogy azért éppen éhen ne halljak. Nem telt sok időben, míg leesett neki, hogy lehet, hogy kéne mosogatni. Következő válasz az első csók. Valaki, aki tisztán beszél és elmondja, hogy mit akar, az amúgy jó tud lenni. Vagy az a szó, hogy szeretlek. Igazából az első csók az nagyon romantikus, meg minden, de szerintem a szeretek szó az, de csak akkor, hogyha nem használjátok minden nap 5000-szer, és csak olyan helyen, olyan szituációban, ami úgy tényleg... megadja azt a pillanatot, úgyhogy ez egy tanács tőlem, ne használjátok túlságosan sokszor, hogy szeretlek. Mert az a baj, hogy egy idő után már nem fog jelenteni semmit, tehát így a csávó fogja mondani nektek, hogyha mondjuk csajok vagytok, hogy szeretlek szívem. Ti meg így, oké, és mi van? Nos, tizedik kérdés, szép kerek szám. Milyen gyakran aggódsz a kapcsolatod iránt? Soha. Szeretem, ami van. Néha. Majdnem minden nap. Elég gyakran. Na most szerintem olyan kapcsolat nincs, vagy csak nagyon kevés, és az is furcsa lehet, amikor nem veszekedtek, és nem kérdezitek meg azt, hogy akkor most mi is van, úgyhogy szerintem belefér az, hogyha néha elgondolkodtok, csak ne legyen minden nap, mert az kikészít, tehát az onnantól vége. Hogyha minden nap összevesztek azon, hogy ki volt az utolsó sült krumpli, akkor... az úgy nem fog menni. Szeretek-e randizni? Ezt most tőletek is kérdem. Írjátok csak le, hogy igen vagy nem. Elég stresszes, inkább legyek valakivel együtt és kész. Imádom! Nem is tudom, néha jó tud lenni, de úgy érzem, hogy túl sok munka van vele, és nem kapom meg azt, ami kéne. Ezt mintha valaki olyan írta volna, akinek az a fontos, hogy a munka után megkapja a díját, vagy nem tudom. Szerintem a randi nem arról szól, hogy utána kap valamit, hanem hogy jól érez magad, de... ez csak az én véleményem. És megint jön az antiszoc emberünk, figyelj! Olyan régóta randiztam aktívan, hogy már nem emlékszek milyen. Ez olyan vicces és olyan szomorú is egyben, miért kell mindenhol legyen egy ilyen válasz? Szerintem jó dolog, úgyhogy... love it! Meg azt is. A 12. és az utolsó kérdés, amiért kiderül, hogy mi is lesz a vége. Most ezt a képeket nem csatolom, mert nem csatolom, oké? Okay? Az elsőben egy bikiniszerűségben van, a második egy ilyen boxer valami, a harmadik az bugyi, a negyedik pedig, mintha valami fürdőruha lenne. Igazából legyen az első, most teljesen mindegy, úgyhogy... készüljünk fel, meg vagytok? Most mi van?
Ezen mit kell dolgozni? Azt mondja, hogy szerencsés vagyok, mert foglalt vagyok. Ezt most vajon abból veszi, hogy egyszer sem választottam szegény antiszhoz gyereket, aki olyan rég voltam randin, már nem emlékszek. Olyan rég csókoloztam, már nem emlékszek. Viszont a tesznek nem ez volt a fő lényeg, hanem megmondja, hogy milyen kapcsolatot szeretnénk, vagy milyen van nekünk, és azt írja egyébként, hogy ilyen hosszú távúra tervezik a kapcsolatokat, ami egyébként igaz. Úgyhogy mindenki próbáljátok ki otthon a leírásba, hogyha tetszett, akkor pedig ne felejtsetek egy jó nagy lájkot dobni erre a videóra, így jelzitek vissza, hogy csinálják még hasonlókat. És komment szekcióban várom egyébként tőletek, hogy esetleg kitaláltad nálatok mi a helyzet, vagy jó volt-e a teszt. Nagyon sok kommentet végig szoktam olvasni, és mindig örömmel csámcsogok rajtuk, meg nevetek, úgyhogy csak hajrá. Hogyha vicces sztorikat akartok látni, akkor Instagramon ne felejtsetek el bekövetni, rengeteg mindent kirakok, amikor esik az eső, elázok, nem jön össze a videózás, egy csomó mindent láthatok tőlem ilyen belső infókat. Illetve én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Csongi voltam, mint mindig, hát milyen meglepő. És hát találkozunk a következő videóban, úgyhogy... Hajó!